1914. június 28-án a modernkori történelem egyik legsúlyosabb következményekkel járó merénylete történt Szarajevóban. Gavrilo Princip szerb diák meggyilkolta Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar trónörököst és feleségét. A főhercegi pár elleni merénylet nemzetközi diplomáciai konfliktusokhoz, később világégéshez vezetett. Magyarország népességéhez, területéhez képest jóval nagyobb arányban szenvedett el veszteségeket, mint más országok. Ha a trianoni Magyarország adatait nézzük, akkor azt kell látni, hogy a veszteség aránya körülbelül 740 ezer fő. Döbbenetesen magas adat egyébként, hiszen a trianoni Magyarország népességének csaknem 10%-át adja. Magyarországon 1914-től napjainkig, a legkisebb településtől a fővárosig, több mint 1000 szobor, dombormű, obeliszk, sírhant és kereszt állít emléket az első világháborúban elesett magyar honvédeknek. Mikor, miért és hogyan emelték ezeket az emlékműveket hőseink tiszteletére, és miként őrzi őket az emlékezet? Ezt kutatjuk filmünkben szerte a Kárpát-medencében. Július 28-án a Monarchia hadat üzent Szerbiának. Senki nem számított rá, hogy kitört az első világháború, amely alapjaiban változtatta meg Európát. 14 nyarán mindenki alapvetően egy gyors lefolyású villámháborúra gondolt, megvoltak már régen a szövetségrendszerek, megvoltak a haditervek, minden haditerv gyors háborúra alapozódott. A közvélemény úgy gondolta, hogy Szerbiát gyorsan meg lehet verni, néhány hét alatt a kérdés rendeződik, egy újabb békével stabilizálódik Európa. Nagy lelkesedéssel fogadták a háborút. Érdekes módon 1848-as harci szellem indult el a fiatalokban, ami nagyon furcsa korszak a magyar történelemnek, hogy akkor Ferenc József ellen, most Ferenc József mellett a királyért indulunk a hősi halálba. És aztán ugye ez a lelkesedés aztán szó szerint az első halottakkal lelóhat. Hirtelen megváltozott a helyzet azonban szeptember-október körül. Nem a katonák jöttek haza, hanem jöttek haza különböző negatív hírek, tudósítások a veszteségekről, és ezt követően a háború megítélése gyökeresen megváltozott. Az első szabadságos katonák, amikor visszajöttek és elmesélték, hogy ugye ez nem az a mesekönyvekből tanult 1848-as hősi csaták, hanem bizony itt egy gépdaráló, egy mészárszék. Arról szól az egész, hogy próbálnak a katonák minél tovább életben maradni. Soha addig ekkora embermennyiséget még nem mozgatott meg háború, hiszen világviszonylatban 67 millió embert mozgósítottak, 9 millió volt a halottak áldozata, és 19 millió a sebesülteknek a száma. Az áldozatok magas száma miatt is már az 1914. évben a hozzátartozók felállítottak emlékműveket Magyarországon is. Érdekes módon nem elsősorban a fővárosban, hanem vidéki kisebb településeken. ...1916-tól már terveztetnek különböző hősi emlékműveket, és 1917-ben, amikor az országgyűlés megszavazza ugye a 8. törvényt, ugye az foglalkozik a hősi halottak emlékének megörökítésével.
Mindazok, akik a most dúló háborúban a hadrakelt sereg kötelékében híven teljesítették kötelességeiket, a nemzet osztatlan, hálás elismerésére váltak érdemesekké. Őrizze meg a késő utókor hálás kegyelettel azok áldott emlékezetét, akik életükkel adóztak a veszélyben forgó haza védelmében. Minden község, város anyagi erejének megfelelő, méltó emléken örökíti meg mindazoknak nevét, akik lakói közül a most dúló háborúban a hazáért életüket áldozták fel. A császári és királyi 82. gyalogezred katonái összefogtak, és az egységparancsnok engedélyével szobor készítésbe kezdtek 1917-ben. Erdélyi István őrmester tervei alapján Herman Ottó szakaszvezető, Rózsa Géza tizedes és Sipos Jenő cserfából kifaragták a székely katonát. A honvédek ezzel kívántak emléket állítani a románokkal szemben hősiesen helytálló bajtársaiknak. Mindig a legkeményebb helyeken vetették be a 82-eseket, ez különösen igaz arra az időszakra, amikor 1916-ban Románia megtámadja Magyarországot, akkor gyakorlatilag a saját kis területüket, tehát a Székelyföldnek a csücskét védik a keleti fronton, tehát az ojtozi szoros környékén, az úgynevezett Kászinulúj csatákban, ahol hát rettenetes áldozatokat hoznak, de hát ez érvényes Galíciára és később az úgynevezett Tiroli frontra is. A szobor az fából készült, és sokáig az az elképzelés élt, hogy azért hívják Vasszékelynek, mivel hogy ezeket az adományozás céljából készített pikkelyeket, vasból készült pikkelyeket felszegezhették ugye az adományozók a szoborra, és hát ugye, hogy emiatt lett akkor a neve Vasszékely. Sajnos a szobor, mondhatnánk, hogy hát egy éven keresztül állt itt 18 végén, december 6-a környékén a román katonaság bevonult Székelyudvarhelyre, és hát megkezdték a szobornak a apró léptékű lebontását, majd 19 februárjában aztán az egész szobrot lebontották. A forradalom után mindenki, aki tehetős volt a városom és falunk, újraállította azokat az emlékműveket, amiket leromboltak. A polgármesteri hivatalhoz, mikor felmentünk, azt szerettük volna, és véghez is vittük, hogy a Vasszékely szobor a patkóba kerüljön. És így sikerült a Vasszékely szobrot újraállítani az édesapáink emlékére. A világháború 1918 nyarán már a központi hatalmak elkerülhetetlen vereségét vetítette előre, és az osztrák-magyar monarchia belső helyzete tragikusra fordult. Magyarországon 1918. október 25-től megállíthatatlanná váltak azok a folyamatok, amelyek végső soron a magyar katonai erő megszűnéséhez és a gazdasági ellehetetlenüléshez vezettek. Ez pedig azt eredményezte, hogy elmaradtak az emlékhely építések, a szoborállítások. A közösségi emlékezést a Magyarországon speciális okok akadályozzák. Ugye 18-ban véget ér a háború, ami az országot meglehetősen rossz alapozott alá. 18-ban történik egy polgári forradalom, aztán van a tanácsköztársaság, aztán román megszállás, utána pedig az új rendszernek a konszolidációja. Az ország területében csökken, gazdasági helyzete rossz, tehát a közösségi emlékezést
a háború befejezés után történt események valamelyest picit hátráltatják. Mindenkinek megvan a személyes áldozatokon túl a egyéb privát nehézség is, és megvan a közösségnek is értelmszerűen. Országosan is, és helyi szinten is a 20-as évek közepe az, mikor a közösségek annyira megerősödnek, és az ország is, hogy van egy központi akarat, amire a közösség már pozitív választ tudnak nyújtani. A magyar nemzet mélységes szeretettel, magasztaló elismeréssel és hálával emlékezik meg azokról a hős fiairól, akik az 1914-1918. Évi világháború alatt a hazáért vívott súlyos küzdelmekben a magyar nemzetnek dicsőséget és hírnevet szerezve életüket feláldozták. A nemzet soha el nem múló hálája és elismerése jeléül az élő és jövő nemzedékek örök okulására és hősi halottaink dicsőségére minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját nemzeti ünneppé avatja. Ezt az ünnepnapot, mint a Hősök emlékünnepét, a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli. A törvény kihirdetését követően az egész országban megindult az emlékhelyek kialakítása, hogy a közösségek méltó módon emlékezhessenek elesett katonáikra. Az elsők elsősége jutott az abátszalóki Kovács Pálnak. Az 1913-ban besorozott dohányos legény a császári és királyi 68. Jászkun gyalogezred katonájaként a Száva folyón átívelő Belgrád-Zimonyi hídnál állomásozott. Itt érte a támadás, és itt érte a halál is. Ő lett az első magyar áldozat. Július 28-án a Kovács Pálunk is alakulata vagy szakasza adott hídőrséget a Száva folyó magyar vagy monarchia oldalán. Egész nap békés volt a táj, ekkor hatalmas robbanás rázta meg a környéket, és a szerbeknek sikerült felrobbantani ugyan nem az egész hidat szerencsére, csak a déli pillérit, és akkor kezdődött meg a háborúskodás, hatalmas golyózáport zúdítottak a hidatvédő magyar katonákra. Hajnal fele fogytán volt a lőszer, és a szakasz parancsnoka, a mi Kovács Pálunkat, és a mezőtúri, szintén Szolnok megyei bíró Gábort bízta meg azzal, hogy a közeli Finánc őrházból töltényt hozzanak utánpótlásként. Ők elmentek golyózáporba, hozták a nehéz ládát, bíró Gábor beugrott a lövészárokba, és mikor besegítette volna a ládát húzni a lövészárokba, akkor Kovács Pál holtan feküdt a láda mellett, éppen homloka közepén érte a golyó, és abban a szempillantásban meghalt. Amikor a szobor készült, itt a Bárcolókon köztudomású volt, hogy az első háború első halottja a mi Kovács Pálunk. És ekkor született az a döntés, hogy az ő arcvonásait tartalmazza az emléke miatt is. Mindent a hazáért. Ezzel a felkiáltással indultak a Pest megyei Pilis Csabáról a fiatalok a háborúba. Közülük több mint 100-an soha nem tértek vissza. Több mint 120 halottja lett az első világháborúnak, és ez a több mint 120 halottnak a neve fent van az emlékmű oldalán. Az avatás az 1926. augusztus 15-én történt. Az avatásonra megjelent a József főherceg fia feleségivel és egy segédtiszttel, akiket apám fogadott itt a falu, hát most már közepén, akkor még a határa volt.
Gyermekkorom óta végig azt hallottam, és úgy is ismerem mai napig a szobrot, hogy a szobor tetén egy lenyilazott, hátulról lenyilazott, hogy ez is jelképes, egy hátba szúrt, hátba nyilazott turulmadár, látható egy sajskesejű turulmadár, és ez lényegében hát a Magyarországnak a hátba támadása, Magyarországnak a méltatlan meghurcoltatásának a jelképe. Nehéz helyzetben volt Tatabánya, az akkori magyar szénbányászat központja az 1920-as években. A bányászok jelentős részt vállaltak az őszi rózsás forradalomban, és kiálltak a tanácsköztársaság mellett. Ezt a szerepvállalást kívánták ellensúlyozni az első világháborús szoborral. Éppen ezért kérték fel az ország legjelesebb szobrászát, Ligeti Miklóst az emlékmű elkészítésére. A Mákert, a Magyar Külszémen részvénytársadalom egy tőkerős vállalat maradt azért a háborús vereség hatására is, és több szempontból is fontosnak tartott a Mákerté vezetése, hogy emlékműnek bizonyítsa, tegyen hitet a háborús áldozatok előtt. Ez egy összetett dolog. Egyrészt a tatabányán bányászok a kommun idén a kommun oldalán voltak, tehát volt Tatabánya legalább annyira vörös színezetűnek számított, mint Budapest, a munkás negyedek. Tehát fontos, és a bányászok értelmszerűen voltak a legvörösebbek ezen a palettán, tehát a Mákerté fontosnak tartott, hogy pont a bányásság tegyen hitet hazafés érzületéről. A hűsemlékmű állítása nagyon jó válasz volt erre bizonyítandó, hogy bizony a Mákerté uraitól sem áll távol a nemzetérzés, sőt nagyon fontosnak tartják. Tatabánya érdekes kompozíció született. Van egy nagy oszlop, az oszlop tetén ott van a sas vagy turul, kinek mi tetszik, ami a katonai dicsőség szimbolizmusa. Az oszlop tövénél pedig ott áll egy férfi, egy erejtejében álló férfi, bányász díszegyére, van a magyar a tatabányai bányászok, mellettük pedig egy kisfiú és kislány, a oszlop tövén egy faragott koszor, és virágcsokor van a férfi és a gyerekek kezében is. Ki hiányzik a képről? Az anya. Az anya pedig nem már megjegyezett, az 1000 éves Magyarországot. Tehát ez valahol nem csak a háborús áldozatokra emlékezik, hanem a háború során megcsonkolt ország fájdalmát is igyekszik kifejezni. Szoboszló méretéhez képest nagyon súlyos emberáldozatot fizetett a világháborúban, hiszen 1051 név került fel az emlékműre, mint hősi áldozat. Gyakorlatilag nem volt Szoboszlón olyan család, aki valamilyen szinten, valamilyen mértékben ne érintett volna a háború. Más emlékműveken a bajtársának segítő katona jelenik meg, és van olyan csoport is, ide tartozik a hajdúszoboszlói, amely egy sebesült katonát mutat be. Valószínű, hogy itt az áldozatkészségre akar utalni, valamint a férfiaknak, családapáknak az elvesztésére. Somogyi Sándor szobrászművész alkotását 1927. október 20-án avatták fel Horthy Miklós kormányzó jelenlétében. A szobor talapzata mögött félkörívben alacsony kőfal van az elesettek neveivel. Köztük olvasható Szilágyi Lajos neve, akinek frontról küldött leveleit ma is őrzik a helyi múzeumban. Az egyik levélben azt olvashatjuk. Kedves jó anyám és kedves feleségem, ne törődjenek a szabadság kérvényezéssel. Ha megtart a Jóisten, majd hazamegyek a háború végeztével. Tisztelem és csókolom, és jó egészséget kívánok mindkettőjüknek, Lajos. Azonban ő már nem tudott hazatérni 1916. január első napjaiban egy montenegrói hadvi kórházban, tífuszban elhunyt.
Esztergomban már 1915-ben felmerült annak az igénye, hogy valamilyen úton, módon megörökítsék a hősi halottaknak az emlékét. Beszélhetünk városi kezdeményezésről is, illetve volt több kisebb közösséghez köthető. Több sikertelen kísérlet után végül is a polgármester felvette a kapcsolatot Lányi Dezső szobrászművésszel, hogy tervezzen egy emlékművet Esztergomnak, és hát ő 1925. augusztusában mutatta be a város vezetőségének ezt a tervet. Ugye az emlékmű formája ekkor már kialakul, ez a központi obeliszk, és akkor a főút, illetve most a körforgalom felőesé részén az emlékműnek van egy posztamens, amin ugye egy katona reliefje látható, illetve rajta pedig az oroszlán, ami a koronát, illetve az állampajzsát védi. Több évet is igénybe vett, mire azt a közel 500 nevet összegyűjtötték, akiket később ugye megörökítettek az emlékművön. Boldog vagyok, hogy Nagykőrös városának dolgozhattam. Bár lett volna a munkám nemzeti örömet kifejező és nem gyászemlék, amelyet vérző szívvel és könnyekkel övez az anyák, özvegyek és árvák sokasága, akiknek nem nyújthattam más vigaszt, mint lelkem melegével és tudásom szorgalmával készített munkámat. Szinte minden nagykőrösi családból bevonultak az ifjak, és hát sajnos sokan aztán később nem tértek haza a frontról, nagy áldozatot hoztak, közel 1011 hősi halottja volt a városnak. A leendő hősök szobrának egy új teret nyitottak a városban, a mai hősök terét. Ez a terület akkor egy elhanyagolt terület volt, a városmajor épületei csúfoskodtak a városközpontban, a városháza mögött. Ezt a város elbontotta, és szépen parkosította ezt a területet, hogy méltó legyen a szobor fogadásához, és a szoborról hősök terének nevezte el. Az országot jelképező gyászba borult Hungária, Magyarország nagyasszonya látható a főalakként. Szent István király palástja van rajta, és a mellék alakja pedig a mellette egy oroszlán, egy harcra kész oroszlán, amely a bátorságot, a hősieséget szimbolizálja. Tehát ez megtestesíti az országot, az egész ország fájdalmát, illetve a magyar hősieséget, a világháborúban tanúsított helytállás, bátorságot is szimbolizálja, kidomborítja. És a talapzatra fölvésték mind az 1011 hős nevét bronztáblára. Nagyapám van tulajdonképpen, itt az ő nevét találjuk, Vargó Albert Elek, részben az én nevem és a keresztnevem Elek a második, tehát ez is már azt mutatja, hogy próbáltak a szüleim is emléket állítani nagypapának ezáltal, és hogy nekem átadták ezt a nevet. 1916. április 22-ére teszik a halálát, hát pontosan nem tudták ugye megállapítani, de valószínűleg az akkori harcokban esett el, amikor az olaszok benyomultak erre a területre. Tulajdonképpen ez a Dobeldói fennségnek a Selsz kőbánya területén történt. Ott volt kialakítva a rajvonal, a 70-es magassági pont védelmében vesztette életét. Ennyit tudunk. Sajnos hát sírhelye nincs, mert ugye, ami nagymama az utolsó levelét visszaküldve, rá volt írva a levélre, hogy eltűnt. Magyarnak lenni annyi, mint büszkébben tűrni másnál. Ezt a feliratot vésték a gödöllői Grassalkovics kastély melletti parkban álló első világháborús emlékműre. A márványtáblán két angyal magyar címert tart, mellettük az üzenet, amely magában foglalja az elesett katonák emlékét,
az elvesztett ország részek iránti fájdalmat és a reményt, amely szerint a magyar nemzet törhetetlen. Beszél a márvány szellemajkakon, megilletődve, búsan hallgatom. Ifjak se voltunk félig gyermekek, mikor hazánkra tört a fergeteg, amit tanultunk, nem feledtük el. Veszélyben a hon, menni, halni kell.